van a Nyitrai utcában egy sorozat a Sanyinak, a csekű. Ezekkel a gondolatokkal mutatta be a Vörösmarty Társaság elnöke beszélgetőtársát, Siess Sándort, akivel már hosszú évtizedek óta jó barátságot is ápol. Az Íróasztal című beszélgetésen szó esett az egykori újságíró pályafutásáról és a kultúra területén végzett munkásságáról. Jön a Vágó Pista a Városi Televízióhoz, te az egész országot tanított egy játékmesterségben, mondanom, gyere, és akkor beszélgessetek. Siess Sándor szép emlékekkel gondol vissza a háta mögött álló időszakra, hiszen gyermekkori álmait sikerült megvalósítani, és elárulta azt is, hogy a szakmának nem fordított hátat, ma is dolgozik, csak egy kicsit már másképp. Jelenleg a podcast készítése tölt el minden napjaimat, mert főhivatású nyugdíjas vagyok, következésképp sosincs semmire se időm természetesen. Tehát podcastokat csinálok, meg hát van három könyv, ami már 90%-ban kész, 80%-ban, meg 50%-ban kész. Azoknak kell majd kiadót találni, és hogyha talál kiadót, akkor hamar kész is leszek vele. Az újságíró a Katona portrék és az Arcok, harcok, emberek, életutak című köteteit mutatta be a Vörösmarty Társaság tagjainak. Bobori Zoltán nem titkolt célja volt, hogy buzdítsa beszélgetőtársát irodalmi munkájának folytatására. Mindig a barátságot tartja szem előtt, és ez nagyon fontos, és azt hiszem, hogy nagy érték a mai világban, és hát nagyon szeretném, hogyha hozzájárulna ez a beszélgetés ahhoz, hogy még aktívabb és még jelentősebb alkotó munkát végezzen. A beszélgetés sorozat következő vendége Domonkos László újságíró lesz, akinek szintén érdekes, színes élettörténetét ismerhetik majd meg az érdeklődők.